Átverte és ezt be is vallotta. Tasnádi Péter azt állítja, háromszor fizetett neki Gyárfás Tamás Fenyő János megöléséért, de azt is mondja, valójában nincs köze a gyilkossághoz. Tasnádi szerint Gyárfás 1997-ben kereste meg azzal, hogy nagyon sok kellemetlenséget okoz neki Fenyő János, és azt kérdezte, mennyibe kerülne likvidálni. Tasnádi bár állítja, másolta meg a médiavállalkozót, de nem büszke arra, hogy lehúzta Gyárfást. Tasnádi Péter a vendégem, jó estét kívánok! Kezdjük. Ki ölte meg Fenyő János? Nem tudom. Ön? Hát ön nem. Csak elhitette? Nem, azt sem mondtam, hogy megöltem. Nem, engem megkeresett 1997. szeptember-október körül a Gyárfás Tamás, és kérte egy személyes találkozót, találkoztunk a Rubin Hotelnél, akkor én ott laktam, ez a 11. kerületben volt, és mondta a Tamás, hogy problémája van a Fenyővel, és el kéne takarítani az útból. 97. októberet, ugyan azt nem szeptember. Értem. Szeptember. Azt nem értem, hogy 96. október 11-én született egy bírósági döntés, ami alapján ez a bizonyos médiabirodalom, hogyha valaki nem emlékezne már a történtekre, vagy a történelemre pontosabban, Fenyő János és Gyárfás Tamás között a Nap TV körül volt jogi vita. Igen. 96. október 11-én döntött egy bíróság, Gyárfás Tamás folytathatta a műsort. Tehát kvázi onnantól kezdve nem voltak haragosok. Egy évvel később, hogy ezt a pert Gyárfás Tamás megnyerte, miért bízta volna meg önt azért azzal, hogy ölje meg Fenyő János? Hát ezt a Gyárfás Tamástól kell megkérdezni. Hát de önnek mondott valamit? Hát nekem azt mondta, hogy haragszik rá. És ez elég lett volna ahhoz, miközben nincs vita közöttük, utólag ilyen iszonyú nagy kockázatot vállal, vagy emberölésre biztatva hát neki? Hát nem tudom, de ez mindenféleképpen így történt, ahogy mondom, és azt el is szeretném mondani, hogy néztem itt a Bánáti János ügyvéd. Azt mondta, hogy önnek nincs igaza, tehát ez igen, nem történt. Igen, nem ezt mondta, hanem azt mondta, hogy én egy hiteltelen ember vagyok, 8 vallomásom volt, mind a 8 különböző. Most hát ezt visszautasítom. Egyrészt azért, mert nem volt 8 vallomásom, egyetlen egy vallomásom volt. Az is az események után 14 éve. Soha nem tettem volna vallomást, ha a volt feleségem, Marja Judit, meg a sofőröm, meg a másik személy, összesen hárman tettek rám terhelő vallomást, hogy én vagyok a felbújtó, és hát hosszú ideig a rendőrség több mint 14 évig próbált engem megdolgozni, főleg úgy, hogy a Kovács Lajos rendőr ezredes az én osztálytársam volt 8 éven keresztül, tehát nagyon jó viszonyban voltunk, és akkor jött a Lajos látogatni a börtönbe, és mindig meg akar dumálni arra, hogy én beszéljek a Gyárfás ügyről, de én nem beszélek. Egyébként ez onnan... És most miért beszél? Hát kénytelen voltam beszélni, mert ott voltak a vallomások előttem, hát hogy az én voltam. De az mikor volt már? 12 éve? Hányban voltak ezek a vallomások? 2012-ben voltak 12, ezek hát akkor 6 éve. Hát akkor beszéltem, én azóta nem beszéltem. Én nem tettem azóta a vallomást, illetve ma tettem. Ma járt ma. Igen, a nemzeti nyomozó. Igen. Ma is elmondtam, hogy mi az én véleményem, és azzal fejeztem be a vallomásomat, hogy véleményem szerint nem Gyárfás Tamás a felbújtó, mert logikailag én úgy gondolom, hogyha engem bízott meg azzal, hogy likvidáljam a Fenyő Jánost, és én ezt nem tettem meg, és utána kértem még tőle pénzt, amikor ugye megtudtam, hogy megölték, akkor miért fizetett, ha ő azt gondolta, hogy valaki mással ezt megoldott. Én szerintem ő azt hitte, hogy én oldottam meg. Sőt, még rá... De várjon, én meg ott veszítettem el a fonalat, amikor ön most... Ugye 2012-ben itt több mindenjét, volt szembesítés is. Így van. Gyárfás Tamással. És ott is elmondtam, hogy szerintem nem. Na de ebből nem lett semmi. Tehát önnek nem hittek 2012-ben. De hogy nem hittek. Miért hittek? Nem gyanúsították meg a Gyárfás Tamást. Na de ő meg azt mondta 12-ben is nem, hogy Gyárfás Tamás megbízta önt arra. Na, tehát a emberülésre való felbújtás az 5 éven belül elévül. Tehát az nem büntethető, ha nem történt meg.
Hát én azt mondtam a rendőrsége, hogy a Gyárfás Tamás adott pénzt, de én nem követtem el. Akkor a Gyárfás Tamást miért kéne ezért megbüntetni? Én azt nem értem, tehát én is ezen gondolkodtam, amikor most így frissiben hallottam öntől itt nálunk a riasztásban is, hogy önt Gyárfás Tamás ezzel megbízta. A Gyárfás Tamás megbízta önt, ön gyakorlatilag meghintáztatta, tehát hogy nem ölte meg Fenyő János, de elfogadta a pénzt. Hát. Ha meg Gyárfás Tamás tényleg felbújtó, akkor ő neki, ha valakinek, akkor ő neki tudnia kell, hogy kit bízott meg. Hát így van, ezzel engem, a gyilkossággal. Engem. Engem bízott meg, én nem hajtottam akkor mi ez végre. A portikszál? Hát én honnan tudjam, ezt a rendőröktől kell megkérdezni, nem ismerem se a portikot, se a Rohácsot. A Rohácsot se ismeri? Én nem. Hát de Rohács... is. Konkrétan a fenyőgyilkos. Hát mit tudom én? Hát, konkrétan a fenyőgyilkosság miatt minden ül, nem? Minden gyilkos, nem, én nem ismerek. Rohácsot se ismerem. Egyébként azt mindenképpen el kell, hogy mondjam, hogy már csak azért sem lehet azt mondani, hogy én nem vagyok hiteles, mert én soha az életemben egyetlen egy terhelő vallomást nem tettem senkire. Ha ennek az ellenkezőjét bárki be tudja bizonyítani, 10 millió forintot adok neki most azonnal. Én nem beszélek. 14 évig meg se szólaltam. Volt iskolatársa Kovács Lajos kérésére se? Akkor, nem. Amikor a börtönben meglátogatta, pedig akkor lehet, hogy egy vádalkúval korábban szabadulhatott de volna. De én nem vádalkozok. Tehát azt tudta a Lajos, hogy nem vádalkozok. Most azt mondja, hogy Gyárfás Tamás önnek adott megbízást. Igen. Azt mondta, hogy haragszik Fenyő Jánosra. Ön megkérdezte, hogy miért haragszik rá? Nem érdekel. Hát most ezzel én ilyen gyilkosságokat nem szoktam elvállalni. Annak idején arra gondoltam, hogy milyen jó pofa dolog, mert filmeken láttam, hogy ez hogy szokott történni. Kértem egy előleget, másnap megkaptam. Utána kész, én ez így megy, tehát Gyárfás Tamás azonnal annyira bízott önben, hát, hogy hát, másnap adott 30 is. Hogyne, 30 éve ismertük egymást. És mennyit kapott előlegként? Hát az benne van a vallomásomban. Mennyit? Milliókat, de most... De mennyit? Egy milliót? Mennyi egy? Többet kaptam. Öt? Összesen 22 milliót kaptam. Tehát, de ez és akkor kétszer hatott meg tizet? Igen, és akkor gondolkoztam tehát sokat kétszer hatott meg egyszer 10 milliót kapott. Azon gondolkoztam, hogy melyik utat válaszom, a jót vagy a rosszat. Egy Rejtő Jenő könyvben olvastam, hogy valaki megbízott egy magánnyomozót valami feladattal, az a magánnyomozó nem végezte el a melót, és utána felszólította az illető, hogy adja vissza a pénzét. És akkor a magánnyomozó azon gondolkozott, hogy melyik utat válaszza, jót vagy a rosszat. Aztán úgy döntött, hogy a jót válaszza, hogy nem adja vissza. Hát én is így döntöttem. 30 éve ismert a Gyárfás Tamást, és mégis átvágta. Hát miért ne? Hát, a barátait mindig átvágja? Nem volt a barátom. Csak ismerték egymást. Igen. Hát azért eléggé jó viszonyban lehettek, soha hogyha... senkit nem vágok én át. A Tamásra haragudtam akkor, én úgy gondoltam, volt okom rá. És úgy gondoltam, hogy pénzbüntetéssel sújtom. Hát most ennyi. És Fenyő Jánosra is haragudott? Én nem haragudtam a Fenyő Jánosra. Az nem igaz, az a sajtóhír még régről, 20 évvel ezelőtti történetről beszélünk, hogy önök is haragosai voltak egymásnak? Én a Fenyővel nem voltam haragos, dehogy voltam. Hát engem meg is bízott a Fenyő különböző munkákkal. A személyi védelmével is? Azzal nem. Magánnyomozással. És a személyi védelmével miért nem önt bíztam meg? Hát hiszen ez... azokban az időkben igen. Ön azért erről volt híres. Jó kérdés, én is megkérdeztem tőle. És mit mondott? Nem válaszol, de szerintem tudom, hogy miért nem. Hát Gyárfás sem bízott meg, egyébként ezért haragudtam a Gyárfásra. Akkor, és ezért és mit gondolt, Fenyő, miért nem önt bízta meg? A Fenyő nem mondta, de véleményem szerint azért, mert attól tartanak ezek az emberek, hogy fejére nő a megbízó. Tehát, hogy az ő fejükre nő. Tehát ez egy jogos félelem lehet. Tehát, ha én mindent látok, és mindenfelett rendelkezek, a biztonság tőlem függ, akkor bármit kérhetek, ugye? És ön meg erről volt híres? Nem, ugye? Pont a Tasnádi az volt. Olyan, nem, hogy fejére nő előbb-utóbb a megbízójának? Nem, pont az ellenkezőjéről, mert amikor megbízott a Kőbányai piacnak a tulajdonos, a Szetlik Ferenc, akkor hosszú ideig gondolkozott azon, hogy kit keressen. Olyan embert akart találni, aki az alvilágban szava van, de ugyanakkor olyan embert, aki mégsem alvilági személy, és aki nem fogja elvenni tőle a piacot. És ezeknek az embereknek egyébként akár Fenyő Jánosnak, akár Gyárfás Tamásnak. Miért volt szüksége személyi védelemre?
kérdezze meg, hát úgy tudom, hogy beszokott járni a Gyárfás Tamást. Hát többször volt már vendégem, de mondjuk legfőképpen a sportról beszélgettünk, és úszásról, és nem arról, hogy neki miért van szüksége, vagy miért nem volt személyével. Hát én szerintem, ha a Fenyőt megkérdezi, akkor Pulitzer-díjat is kapna. Ja, van Pulitzer emlékdíjam, köszönöm szépen, de tudom, Fenyő de még János... Tehát, hogy jó, ezt mondtam, hogy... De ez egy nem, jó, nem, de, nem szép hát én nem tudom megkérdezni, és nem tudom megmondani, hogy... Na de azt mondta, hogy, hogy jó kérdés, mert ön se érte, tehát önt megbízhatta volna, de valami hát miatt igen, nem ön. Bízott meg. Persze. De hát abban az időben, vagy abban a világban, én inkább azt kértem most öntől, hogy egy kicsit így világítsa meg nekünk, hogy milyen évek voltak az, azok. Inkább arról beszélnek, mert ez most másfelé ment ez a történet. Erről az ügyről beszélnek, hogyha a Gyárfás Tamás... Ez még mind az az ügy, de mondja igen, csak. De ha a Gyárfás Tamás, véleményem szerint, ha a Gyárfás Tamás bűnös, és erre alapos indoka van a rendőrségnek, hogy őt ő meggyanúsítsa, akkor őt előzetes letartóztatásba kellene helyezni, ha nem bűnös. Akkor pedig túlméretezték az ő szabadságának a korlátozását, mert ugye most lakhelyelhagyási tilalom alatt van. És párhuzamban szeretném állítani a két dolgot, hogy egy olyan személy, és most független Gyárfás Tamás vagy bárki, aki embertől szabadlábon védekezhet, és ugyanakkor a kerékpár tolvajokat és a szalámi tolvajokat lecsukják egy-két évre. Én most Gyárfás Tamás nem emberről is gyanúsítják. Emberről is felbújtásával az még súlyosabb, mert ha nincs felbújtó, akkor nincs emberről is. Tehát azt akarom mondani, hogy csak párhuzamba állítsuk, akkor az én ügyem, mert én is ugyanúgy, mint a Gyárfás Tamás jelenleg is lakhelyelhagyási tilalom alatt állok. Én kétszer kell, hogy jelentkezzek a lakhelyelhagyási tilalom alatt. A rendőrsége, ő csak egyszer. Engem egy 250 ezer fontos orgazdasággal gyanúsítanak, ami természetesen tök kamu, meg egy borzalmas nagy bűncselekményt még hozzávágtak, egy okirat hamisítást, ami abban áll, hogy én félrevezettem a lakcím nyilvántartót. Ja, mert máshova hogy... volt bejelentkezve. Igen. Na de ezt azért érdemes elmondani a nézők, beszélte Magyarországon 3-4 millió ember máshova van bejelent, hogy vigyázzanak, mert ez egy nagyon-nagyon súlyos bűncselekmény. Ő most vádolja Gyárfás Tamást, vagy inkább védi? Nem, én pontosan védem. Tehát azért mondom, hogy itt félreértés van. Én mindig védtem, ott is a szembesítésen, és ma is. Én azt mondtam a rendőröknek, hogy nem a Gyárfás Tamás az a felbújtó. Csak ön eljátszotta azt, hogy hát végül is lehetett volna felbújtó, hogyha ön végrehajtja a feladatot. Hát engem felbújtott, de én nem hajtottam végre, kész, ennyi. Tehát most ezen lépjünk túl. Hogy volt ez? Tehát azt mondja, hogy kapott megbízást, másnap kapott előleget. Igen. 6 millió forintnyi összeg. Igen, és amikor elmentem, abban az időben mindig októbertől áprilisig Las Vegasban voltam, és egyszer február 11-én nézem a kompjúterbe a híreket, megölték Fenyő Tamás. Szóltam a János feleségemnek, mondom, te figyelj, a Fenyő Jánost, igen. Mondom, szóltam a feleségemre, megölték a Fenyő Tamást, nekem holnap jelentkezni kell a gyárfásra, hogy behajtsam a második részt. Fölhívtam, mondtam neki, hogy kérem. Azt mondta, hogy majd odaadja személyesen, ha megjövök. Mondom, Tamás, figyelj, de ha ezt nem adod oda holnap, nem küldöd be valakivel az irodába, akkor meg fog látogatni az a személy, aki ezt a munkát elvégezte. Másnap a ez mint hazugság volt. Már mi? Amit mondott a gyárfásnak. Tehát gyakorlatilag még egyszer meghintáztatta. Egyszer az előlegnél. Természetesen. Hát ha egyszer látom, hogy végrehajtotta valaki, és az nem én voltam. Ez kivitte ezt a második 6 millió forintot. Azt nem jelölöm meg, de a Magyar Televíziónak a alelnöke volt akkor. Nem fogja kitalálni, úgyhogy és nem is mondom el a nevét. De ne haragudjon, tehát ez 98. február. Igen. Ki volt a Magyar Televízió alelnöke? Alelnöke. Később lett. K betűvel kezdődött a igen, neve. Igen, három, igen. Három. Igen, jó, oké, mindegy. Ő volt, igen. És miért pont ő? Hát a gyárfás küldte, hát én onnan tudjam, és a Láposi Lőrinc vette át. De és várjon, a... akkor az az ember, akiről igen, beszélünk... Igen, igen, a gyárfásnak dolgozott akkor. Akkor már nem. Mindegy, barátok nem voltak. Mindegy, nem ő volt már a gyárfás. Tehát abba az, ha most ugyanarra személyre ő gondolunk, vitte. Egy darabig főszerkesztő volt a Napkeltében. Igen, aztán... na, arra gondolunk, és ő vitte a pénzt. Akkor már nem ő volt a főszerkesztő. De teljesen mindegy. Hogy az volt, a pénzt ő vitte, és Láposi Lőrinc átvette, megkérdezte tőlem, hogy ez mi. Mondtam, hogy ez egy üzletem nekem a gyárfással, és kész, eltettem, amikor az ötem megkaptam. Rá két évre, vagy három évre
megkerestem a gyárfást, felajánlottam egy üzletet neki, én nem zsaroltam, meg nem beszéltem semmiről, mi soha többet nem beszéltünk aztán erről az ügyről, és mondtam, adjál 60 millió forintot, és akkor megkapod a házam felét, ami akkor 1 milliárdot ért. Mert ha nem adja, akkor elvesztem. Uh-huh. És mondta, hogy nem ad, mert ez gyanús lenne, stb. Adok 10 milliót, de ezt nem kell visszaadni. Ennyi. És még akkor is, 2 évvel később is Gyárfás Tamás azt gondolta, hogy 3 évvel később... Nem tudom, mit gondolt. Hogy ön ölette meg, vagy ön ölte hát meg? Hát honnan tudjam, hogy a Gyárfás Tamás mit gondolt? Hát erről nem beszéltek. Nem beszéltünk soha többet. Akkor, amikor megkapta a megbízást szeptemberben. Igen, akkor egy embernek mondtam el, és az hiba volt, mert ha... De akkor meg a feleségem, tehát az akkori feleségem hablatyolt. Persze, volna a rendőrsége. Ön egyébként... Akkor, amikor Gyárfás Tamás az előleget adatta, megbízta ezzel, készített mondjuk környezettanulmányt? Persze, mágában nem volt. De tudtam, hol lakik a fenyő. Hát voltam a házában, voltam az irodában. Ez egy dolog, hogy hol lakik, hanem hogy merre semmi, közlekedik. Semmi, dehogy készített. Hát nem, mondom, hogy szándékomban sem állt. Hát nem. De még abban az időben voltak olyan pletykák, és ez nem tudom, hogy igaz-e. De mennyi pletyka van önnel kapcsolatban? Igen. Ezeket gondolom ön is hallja, olvassa. Hallottam ma is egy párat a rendőrséget. Na. Szóval, hogy voltak olyan pletykák, hogy önnek konkrétan rendőrök dolgoznak. És nem, ez nem pletyka, azok dolgoztak. De hát és az sem pletyka, az igaz, hogy mondjuk rendőrök segítettek a Fenyő János közlekedési útvonalának a felderítésében? De azok nem aktív rendőrök voltak, leszerelt rendőrök. Uh-huh. És miért derítették? De miért derítették fel Fenyő Jánosnak a közlekedési útvonalát? Hát ő bízott meg minket azzal, hogy egy ügyet tárjunk föl, vagy más ügyet, hát itt kénytelenek. Márki, az ő az most kicsoda? A Fenyő. Tehát a Fenyő miatt... Megbízott, és ezért le akartuk ellenőrizni, hogy igazat mond-e. Igen. Tehát nem azért dolgozott rá a rendőrök segítségével a közlekedési útvonalára? Akkor még nem volt megbízás. Akkor még ez jóval előtte volt. Tehát nem a gyárfásféle megbízás miatt? Nem. Hát én mondom, hogy nem foglalkoztam rá. Hát amikor a gyárfás megbízott, én elmentem. Hát nekem erre már nem ismerte volt. Ismerte Fenyőt, ismerte, és ismeri Gyárfás Tamást. Ismerte az akkori világot, benne Salamon volt főszerep. Salamon Bélát is ismerte. Salamon Bélát is, és számtalan más embert. Ön szerint kinek állt érdekében, hogyha nem Gyárfás Tamásnak? Én megneveztem egy szemét, a vallomásomban benne van, azt én akkor a Láposi Lőrinctől hallottam, aki ugye... Aki ki volt? Hát aki rendőrtábornok volt, ő volt az én társam és a sógorom. Én de Láposi Lőrincet ismertem, én tudom. Igen. Csak a legmagasabb gyilkossági nyomozó, egyébként az ORFK bűnügyi igazgatója, stb. És nekem azt mondta Láposi Lőrinc és más rendőrvezetők, hogy a Duce áll a törtet mögött. A Duce az a kisernő, aki a KB-nek volt akkor a vezető, az a rendőrtábornok, aki furcsa körülmények között meghalt, mikor megkapta az ítéletet, hogy be kell vonulni börtönbe. És neki lett volna érdeke nem megöletni? Tudom, ezt mondta Láposi Lőrinc. És ma mit kérdeztek a rendőrök öntől, a nyomozók, ma? Hát az, hogy a Gyárfás például lakott-e nálam Bécsben, nem. Mert nem voltunk olyan viszonyban, hogy egymásnál lakjunk. És ha lakott volna, akkor mi van? Fogalmam nincs, hát gondolom megint, hogy a feleségem valami hülyeséget mondhat. Már az akkori feleségem valami hülyeséget mondhatott, úgyis láttam a vallomását, az ő vallomása viszont tele van hazugsággal, amit azonnal le lehetett volna kontrollálni. És mit kérdeztek még? Hát ez elég sokat kérdezett, mert az, hogy Gyárfás mióta is nem voltunk üzleti ügybe. Meg konkrétan erről a megbízásról? Igen, kérte a Gyárfás tőlem mást, tehát hogy ilyen, nem. És hogy miért hozzám jött, hát ezek fölösleges kérdések, hát miért jött hozzám? Hát, ön szerint miért pont most és miért pont Gyárfás Tamás? Hát erre is van egy elméletem, de hát ezt most el nem mondom úgy. Mert nekem van elég bajom a hatósággal, úgyhogy nem mondom. Ez itt Magyarországon nincs független bíróság, befolyás alatt van mindenki. Tehát pláne most például azt mondtam a rendőrnyomozó,
hogy hát milyen szörnyű az, hogy a legnagyobb ügyekben se tudják előzetes letartóztatásba helyezni a személyeket, mert hogy most valahogy a bíróság megváltoztatta ezt a gyakorlatot. És erre mondtam, hogy na-na, és erre mondta, ja, hát az más, ha Tasnádi Péterről van szó. És gyakorlatilag Magyarország jogászvilága, ügyészek, rendőrök, bírók, stb. Mindenki azt mondja, hogy van BTK, és van egy Tasnádi Péterre szabott törvénykönyv. Hát akkor ön nagyon nagy ember. Köszönöm szépen. Hát bár az lennék, akkor nem lennék börtönben. Köszönöm, hogy itt volt. Én köszönöm a lehetőséget. Folytatjuk a híradó után, várom önöket vissza.